Would you look at the technology on that? This is the driveway going to the house. All of this is the land. All farm. They take the horses around, there's tracks. Go all the way around the edge. All of that land down there is hers. Basically everything. See? Do you know what I'm saying? Staff members living there. Come on then. Let's go. Welcome. To the dark side. To the dark side. Welcome to our humble little home. On the left, we have the bathroom. We've got a nice bath, very small, everything. And the weirdest taps you've ever seen. And this is our humble little home. Oh yeah, that's right. We got a little window. Ha itt átmennénk ezen a kis alagúton, akkor ott laknánk, de nem megyünk át, mert most lovakat nézünk. Szóval itt van három ló, ez itt egy istálló, de ezt az istállót nem használják lovakra, mert nincsen annyi ló, hogy kelljen ez is. Itt az ételeket rendezik. Meg almákat tartanak, meg mit tudom én, csak úgy van. És akkor itt lótakarók, kaják, villág, seprők, még több lótakaró, szemetes kuka, széna, szalma, ami kell. És ez a két épület, ez ott van a swimming pool, és ebben a másikban a ló sétáltató gép, de a kettő egybe van. Most megnézzük. Szóval az ott maga a ló sétáltató gép, épp nincs benne senki, és ez itt az úszómedence kezdete. Itt kell besétálni a lovaknak, és akkor itt oldalról tartják. A legtöbb ló szeret úszni, de van, amely kifejezetten utál, és nem hajlandó bevenni. És akkor itt szépen végig lehet úsztatni őket, egészen a végéig. Vagy, ha úgy van kedvük, akkor itt körbe is úsztathatják a lovakat, körbe-körbe karikálva. Ezek meg a víztisztító berendezések, Josh ezeket kezeli nap, mint nap, mert ilyen klort kell tenni a vízbe, és nem tudom még mit kell csinálni vele. Most is azt hiszem éppen tisztul, mert azért ilyen habos. És akkor itt van a födött pálya. Itt igazából nem nagyon szokás használni, csak maximum, hogy két kört ügessenek, mielőtt kimennek. És ez így néz ki. Semmi extra. Itt van még több box, amiket nem használunk jelen pillanatban, mert nincsen annyi sok ló, hogy szükség lenne. És akkor ez a zöld konténer, miért ilyen homályos, oké. Okay. Szóval ez a zöld konténer tartalmazza a elhasznált szalmát, azaz a kakikat.
és akkor ide fel kell hányni a kakikat, és amikor megtelik, akkor Josh jön a traktorjával, és elhúzatja valahová, kiüríti, és elégeti. Másik istáló is, de ez ki van adva bérbe, úgyhogy ez nem a miénk. Ezek viszont igen, az eszközök. Na, itt végre vannak lovak. Ő az a ló, amelyiken szoktam néha lovagolni. Way past midnight, vagy Reef. Mert mindegyiknek van egy istáló neve, és egy ilyen valódi neve, de hát ki szólít egy lovat Way past midnightnak? Szóval mindenki normális nevet ad egy lónak. És akkor ott van a két öreg ló, amelyik igazából már nem versenyzik meg semmi, de én szoktam lovagolni Helin. Heli! 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 Itt van Heli. Szia Heli! Illetve Hippo. Hát Hippo olyan, mint egy Hippo. Pont olyan. Ez itt a Top Yard, vagy nem tudom, felső udvar, vagy minek nevezzem. Itt van elég sok ló. Sok ló. Ott van még egy ilyen kakitároló. Ott. Illetve itt van Polly, ő az én kedvencem. Nem lovagoltam még rajta, de ő a legcukibb. Mármint nekem. Na, és azt kell esetleg tudni, hogy ide ki van készítve víz nekik, és széna, azért, hogy amikor este jönnek az emberek, akkor csak bedobják, megittatják, és kezdik csokorom. Amúgy nem, mintha nem lenne vízük, szóval van vízük, csak értitek, hogy újra töltés. Ja, és egy csomó kabátot hordanak, jelen pillanatban kettőt, hogy ne nőjön a szőrük, alsó, felső, de állítólag három is lesz egy adott ponton, amikor annyira hideg lesz. Úgyhogy hát ez egy kész macera öltöztetni és vetköztetni őket. Ja, és minden csütörtökön van mérlegelés, amikor is a lovakat felállítják a mérlegre. Ide. Mi magunkat is ide szoktuk felállítani. És akkor így megmondja, hogy hány kilósak. Most nincs bekapcsolva, és amúgy sem mondanám meg nektek, hogy én hány kilós vagyok. De értitek, itt lemérik a lovakat. Itt a szalma bála az így néz ki. És még illatos is, tehát olyan illatos, hogy én is belefeküdnék. Állítólag azért van, hogy a lovak ne egyék meg, de így is megeszik. Hát itt van normális szalmaszéna is, de azt nem használjuk, nem tudom miért van. Akkor itt vannak a fák, amit Josh szokott ügyesen aprítgatni. Itt van egy műhely. És itt van még egy műhely. Így ennyi kell most. Ja, ott lesz az autónk. Ja, ez a mi garázsunk. Hát ide beállni és kiállni, ez egy kész procedúra. És tehetség kell hozzá, de nekem megvan. Ezek itt karavánok, ebben laknak. Lovasok, lovászok, ez az, amaz. És akkor itt még több szalmabála. És ez itt az alsó udvar, vagy minek nevezzem. Még több ló. Lószállító. Kettő van, nem tudom, a másik hol van éppen.
És így ennyi volt a lovastúra. Ez itt maga a ház, a tulajék háza, mármint a főnökék háza, és megmutatom, hogy mi hol lakunk. Ez még mindig az. Amúgy sokkal nagyobb, mint ahogy így kívülről tűnik, mert keszekúsza össze-vissza felle, jobbra-balra, soha nem tud. Na de ott lakunk mi, ahol a kicsi ablak nyitva van. És ez itt a nyerges maga. Hát nagyon remélem nyitva van, mert mosnom kéne. Hello! Na igen. Ez itt a nyerges. És itt van a mosógép is, amire már konkrétan, amióta felkeltem, tehát mondjuk olyan 3,5-4 órája várok. De elérkezett az én sorom is a pandrendes zacskóba. És innen a tökéletes kilátásunk van a galoppájára, ami ott jön lefele és felfele, és akkor itt hosszan-hosszan végig, tehát sokáig messze nem látjuk a végét. És ez itt egy ilyen ugrópályaszerűség, de hát ezek a lovak nem ugrani vannak kitalálva, úgyhogy tudjátok, ilyen galopugrások, vagy kerítést ugranak, s gumikat ugranak, ilyenek.